Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, testvérem Zelnik István gyűjtő és a múzeum menedzsmentje nevében. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a Nyugat Itthon mostani rendezvényét nálunk rendezik meg. Az Arany Múzeumról néhány alapinformációt szeretnék Önökkel megosztani. 2010 májusában kezdtük el a volt Rauspalotát átépíteni, szó szerint majdnem földig rombolva és újraépítve született meg ez az épület a mai formájában. 2011. szeptember 22-én nyitottuk meg, azóta eltelt két év, a két éves évfordulón örömmel jelenthetem Önöknek, hogy több mint 100 000 látogatót volt módunkban üdvözölni a múzeumunkban. A múzeumban látható kiállítás ez egy állandó kiállítás. Ez azt jelenti, hogy a tárgyaknak körülbelül a 20%-át cseréljük le évente, egy kis frissítés gyanán. A testvéremnek több egyéb gyűjteménye is van, amely komoly feldolgozás alatt áll. Például a burmai arany és ezüst gyűjtemény, amiből most karácsonyig egy kis ízelítőt adunk, amit a kincsek termelő a középső vitrínben található. Ezen kívül feldolgozás alatt van a herendi porcelán gyűjtemény, ami szintén igen komoly darabszámú gyűjtemény. Ebből is karácsonyi ízelítőt mutatunk be itt a másik teremben, a terem végében a kereti mintás herendi porcelánokból. Csak zárójelben mondom, hogy például herendi madárgyűjtemény meghaladja a 700 darabot. A testvérem, illetve a menedzsment szándékai szerint jövő tavaszra, nyárra további két múzeumot szeretnénk megnyitni itt az Andrássy úton. Az még kérdéses, hogy melyik épületbe sikerül ezeket a kiállításokat megnyitni. Kámol porcelán gyűjteményről is szeretnék csak néhány szót mondani, ugye ez egy 300 éves kínai dzsunka fedélzetéről való, ami Vietnám partjainál süllyedt el a Kámol félszigetnél. Ez is egy világon egyedülálló gyűjtemény, ami magánkézbe került. Ezt a gyűjteményt láthatták a West Endben volt egy utazó kiállítás, Zalakaroson megmutattuk ezt a gyűjteményt. Most egyelőre becsomagolja várja, hogy valamelyik más országba is be tudjuk mutatni. Ezen kívül feldolgozott aranymag gyűjtemény is rendelkezésre áll, ami a Néprajzi Múzeumban volt kiállítva. Azóta annak a darabszáma növekedett. A hátsó vitrínben néhány maszkot mégis a látogatók elé tártunk. Igen, bocsánat, még puskázok, mert sokáig nem akarom húzni a szót, de mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy Konyári úr borász borait a recepción, illetve a rendezvény után a teaházban legyenek szívesek fogyasztani. Szerintem minél kevesebben megy haza, annál könnyebben fog mozogni az autója. Természetesen a teház az Önök rendelkezésére áll. A múzeumról még csak annyit, hogy az itt látható kiállítás az 45 milliárd forintra van biztosítva. Van kb. 10-12 olyan tárgy, ami a világon egyedülálló, és csak az itt látható egyetlen példány eddig ismert belőle. Én nagyon köszönöm még egyszer, hogy minket választottak helyszínül. Érezzék nagyon jól magukat, és köszönettel tartozom Dénényi
Marianna vezérigazgató asszonynak, hogy ezt a rendezvényt lehetővé tette számunkra is. Köszönöm szépen, jó szórakozást kívánok Önöknek!